ingyenes egészségügyi szűrést tartottak a Szabadkai Sándor helyi közösségben. Az volt a cél, hogy felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára, továbbá, hogy a résztvevők esetében, amennyiben fennáll bármilyen rejtett betegség, az időben kiderüljön. Diabetičar sam već 17 godina, čisto sam došla, šansa mi se tu sam, tu je blizu, pa onda još jednom da proverim svoje zdravlje. Vitalna sam, pokretna sam. Az orvosok alapvető egészségügyi vizsgálatokat végeztek a jelentkezőkön. Megmérték az emberek vérnyomását és vércukorszintjét. Elvégezték a FOB-tesztet, amit a vastagbélrák korai felismerése érdekében fontos elvégezni. Továbbá különböző vizsgálatok segítségével megállapították az emberek testtömegindexét, amiből világosan látható, hogy a legtöbb ember, különösen idősebb korban, problémákkal küzd a túlsúly miatt. Több súlyom van, mint kellene. Szeretném, hogy pontosan most megmondják, hogy mennyi, és akkor dolgozzak azon, hogy egy kicsit a súlyt is lévegyem, mivel már nem vagyok fiatal, és az is a szívre is nagyon hat, úgyhogy a vérnyomásom is elég nagy, és szedem az orvosságot, de most még preventív kaphatok még valamilyen véleményt, hogy legyen jobb, és hogy ezt a rövid életet hosszabbítsam. Az egészséges falvakért elnevezésű akciót 14. éve szervezik meg. A falusi és a peremvárosi területeken élő emberek egészségügyi állapotának felmérése az elsődleges cél. Dr. Náda Koszic Bibic, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet szakorvosa már évek óta vesz részt az eseményen. Suštini cilj u stvari da našim starim sugrađanima, jer oni najviše posećuju ove akcije, ukažemo koliko je važno da zadrže zdrave stilove života i da redovno kontrolišu svoje zdravlje. Nažalost, mnogi od njih već imaju narušeno zdravstveno stanje, piju neke lekove i ukazujemo, posebno kada govorimo o povišenom krvnom pritisku, koliko je važno da redovno uzimaju svoju terapiju, jer i jutro, pored toga što jako dugo radimo ove akcije, još uvijek ima onih koji ujutru dođu da bi izvadili krv, a nisu popili svoju terapiju, naravno vrednosti krvnog pritiska odmah skaču. I ovom prilikom naravno ukazujemo da redovnu terapiju, bez obzira da li je piju jednom ili dva puta dnevno, moraju naravno uzimati redovno. Az illetékes hangsúlyozta továbbá az egészséges étkezés és az elegendő folyadékbevitel fontosságát is. Ezzel kapcsolatban tanácsokat is tudott adni azoknak, akik részt vettek a vizsgálaton.